feljelenteni Biszku Béla volt belügyminisztert az 1956-os forradalom utáni megtorlásokért Wittner Mária is. Az 56-os halálra ítélt szerint a többi felelőst is fel kell kutatni. A fideszes országgyűlési képviselő ezt a Somogy megyei ünnepi közgyűlés után mondta el a Hírtelevíziónak. A politikus beszédében párhuzamot vont a kommunisták korábbi bűnei és Nyugat-Európa jelenlegi, az országot támadó politikája között. A Somogy megyei közgyűlés külön emlékülést tartott a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az elnök szerint nem csak a kivégzettek és az elhurcoltak, de azok gyermekei és unokái miatt is fontos ez a nap. Diktatúra ebben az országban mindig csak és kizárólag katonai erővel került kierőszakolásra. Soha egyetlen egyszer a magyar nép se ilyen, se olyan, se vörös, se fehér diktatúra mellé nem állt oda, mint ahogy soha nem is fog. Ahogy miniszterelnök úr mondta nemrégen, szabadságharcos nemzet vagyunk, és az is maradunk. Az ülésen Wittner Mária 1956-os halálra ítélt párhuzamot vont a kommunisták korábbi bűnei és Nyugat-Európa mostani Magyarországot támadó politikája között. És segítségül hívják. Most már nem keletet a tankjaikkal, hanem nyugatot, a globalizált pénzvilágot, ami el akar bennünket nyelni. És most, mint egy csahos falka, támadnak ránk. Az ülésen a képviselő az egykori áldozatok személyes történeteit idézte fel. Azt mondta, a borzalmakra mindig emlékezni kell, és fel kell kutatni a még élő felelősöket is. A parlament tavaly hozott döntése alapján a diktatúra bűnei nem évülnek el, felelősségre lehet vonni azokat a volt pártállami vezetőket, akik irányították, vagy részt vettek az 1956-os forradalmat követő megtorlásokban. Az első ilyen Biszku Béla korábbi belügyminiszter lehet. Már terve van véve, sőt, már akartuk a feljelentést a Biszku ellen, és még meg kell találni azokat az embereket, akik, mert még élnek és lapulnak, hiszen senki nem tudta, én sem, hogy a Biszku még él. A legfőbb ügyészségen néhány hete a Jobbik tett feljelentést Biszku Béla ellen, a nyomozást még nem rendelték el.